Laura is megkapta a Most Élsz kártyáját kedden délelőtt. A Most Élsz Egyesület kezdeményezése egyfajta infokommunikációs akadálymentesítés. Az autista gyerekek legtöbbje ugyanis szociális zavarral küszködik, amelyet sokszor az őket ellátó személyek is nehezen tudnak kezelni és tolerálni. Most pillanatnyilag 80 születésből egy gyerek válik autistává. Megyei vetületében ezt tudom elmondani, hogy az egyes számú tanulásképességvizsgáló bizottságban gyakorlatilag másfél-két hónapos a várakozási idő, és szinte rendszeressé vált, hogy minden napra jut egy autizmus diagnózis. Nyíregyházán közel 500 autista diák tanul intézményi keretek között. Ezért a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat évek óta támogatja a Most Élsz Egyesület munkáját. Az elkészült kártyára is az önkormányzat biztosította az anyagi forrást. A megyei önkormányzat költségvetésében van egy szerény összeg, amit támogatásokra tudunk fordítani egyesületi civil szervezetek kezdeményezésére. 150 ezer forinttal támogattuk el az egyesületet ebben az évben, és ebből, ennek egy részéből valósították meg ezt az egyedi projektet, amely valóban nem a pénzről szól, hanem az odafigyelésről. Hiszen ezeknél a gyerekeknél kiszámíthatatlan, hogy egy fokozott jó hangulatot, egy közvetlen viselkedést a türelmetlenségük mikor vált át hangoskodásba vagy fokozott mozgásaktivitásba. Ez pedig egy zsúfolt váróteremben senki számára nem szerencsés. Valamennyiünknek fontos az, hogy egy beteg magatartásában beteg gyereket megfelelően kezeljünk. Ne tegyük ki olyan várakozásnak, ami tovább fokozza azokat a magatartásbeli problémáit, amik alapból is megvannak. És ezzel a kártyával tulajdonképpen jelezzük a többi várakozó kisbeteg szüleinek, hogy mi miatt kerül előnybe, és miért kerül soron kívül ellátásra egy autista gyerek. És megelőzve ezzel azt, hogy azt a fajta türelmetlenséget, amit ezek a gyerekek tulajdonképpen a mindennapjaik során is mutatnak, ezt átadják az egyébként várakozó betegeknek. A Felső Szabolcsi Kórházban már korábban is kiemelt figyelmet fordítottak az autista gyerekekre. Az intézmény főigazgatója azt mondta, ez náluk egy értékrend választás. Az itt dolgozók eddig is soron kívüli ellátásban részesítették ezeket a gyerekeket. Nálunk már úgy működött a fekvőbeteg ellátás során, és hogyha egy ilyen autista gyermeket felvettünk, akkor ő egy ágyas kórterembe került a szülővel elhelyezésre, és így azt gondolom magának, a gyermeknek és a családjának is könnyebb volt az élete, illetve más gyermekeket sem zavart feltétlenül. Ezen a szokásunkon ezután sem szeretnénk változtatni. Ezzel a kártyával erre egy hivatalos szerződés is létrejött. A hosszú távú tervek között pedig az is szerepel, hogy ezt a kártyát országos szinten terjesszék ki az egészségügyi ellátóhelyeken.